A fehérváriak kisebb közlekedési balesetet szenvedtek útközben, így fél órás csúszással kezdődött a mérkőzés. A hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet 11 ponttal nyerték a cápák. A folytatásban is irányították a játékot a nagyon jó ritmusban kosarazó és pontosan célzó nyíregyháziak, akik 55-40-es vezetésüknél vonultak le a nagy szünetre. A harmadik negyedet is jól kezdte a házigazda, hamar 20 pont fölé kúszott a különbség, a záró 10 percnek pedig 25 pontos előnnyel vágott neki Pető Ákos együttese. Az utolsó negyedben sorra szerezték a szebbnél szebb kosarakat a cápák, akik végül 105-79-es sikerre szerezték meg hetedik bajnoki győzelmüket. Nagyon jól kezdtünk, és ezt végig tudtuk vinni az egész mérkőzésen. Nagyon jól dobtunk, de hozzátartozik, hogy nagyon jó helyzeteket is találtunk meg, tehát ebből jött a jó dobó százalékunk. Illetve azért volt egy kicsikét, hogy túlpörögtünk és túlsietettük a támadásokat, azért hozzá kell tenni, hogy az Alba nagyon nagy nyomást rakott ránk, és azért szereztek extra labdákat, de ezt is jól tudtuk kezelni. Az NBA 1 pont listáját 24,35%-os átlaggal vezető Nigel Johnson 26 ponttal járult hozzá a nyíregyházi csapat győzelméhez. Mi vittük be az első ütést, amivel vezetést tudtunk szerezni. Úgy érzem, az egész meccsen nyomást tudtunk helyezni az ellenfélre, és ezt végig kontrolláltuk. Ez volt a legjobb csapatmunka, amit eddig a szezonban nyújtottunk, így egy magabiztos győzelmet arattunk. A vendégek edzője leginkább a küzdeni akarás hiányolt a csapata játékából. Gratulálok a Nyíregyházának, megérdemelte a hazai csapat, a győzelmet nem vitás. Ugyanakkor van néhány dolog, amit továbbra is zavar, hiába beszélek ezekről hétről hétre. Ilyen mentalitást és hozzáállást régen nem láttam a csapattól, mint amit most nyújtottunk. Azt már én is megtanultam, hogy az Albában játszani megtiszteltet, és itt mindenkinek kötelessége 110%-on pörögni. Ehelyett Pongo Marcelen kívül csak lézengtek a játékosok a pályán, amit továbbra sem tudok elfogadni. This is the biggest joke. A forduló további eredményei a következők: Kecskemét Pécs 91-89, Sopron Szombathely 90-83, Körment Atomerőműese 75-76, Kaposvár Szeged 90-77, Zalaegerszeg Oroszlány 89-85 és Deac Szungszram Szolnok 63-74. A tabella élén a Szombathely áll 13 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 13-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A 7 győzelem mellett 10 vereséget szenvedő Nyíregyháza szombaton Szolnokon lép pályára.